újabb magyar koronavírusos betegnél volt sikeres a vérplazma kezelés. A 75 éves beteg a szérum beadásakor állapota miatt már több mint 10 napja lélegeztetőgépen volt. Május 11-én azonban sikerült levenni róla. A terápiáról Laca Zsomborral beszélgetünk. Aki a Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese is, jó estét kívánok, és nem utolsó sorban egy Orthoszéra nevű cég ügyvezetője, és ilyen módon az egyik kutatás vezetője annak a módszernek, amiről most igazán beszélni fogunk, és amiről már értesültünk, mert például Merkeli professzorral is beszéltünk arról, hogy azt a módszert, amit önök kidolgoztak, azt alkalmazzák, és sikerrel alkalmazzák néhány betegen. Ez a módszer ugye a vérplazma terápia, amihez donorokat is kerestek, olyan meggyógyult embereket, akiket erre a terápiára donorként tudnak használni. Kezdjük azzal, hogy a vérplazma terápia voltak éppen min alapul? Ez egy régi és nagyon jól bevált módszer, olyan esetekben lehet alkalmazni, amikor még nem nagyon tudjuk, hogy pontosan hogyan lehet legyőzni a kórokozót, de már vannak gyógyultak. És ezeknek a gyógyultaknak a vérét, ami védett a vírus ellen, azt át tudjuk adni olyan betegeknek, akik épp a vírusnak a legnehezebb. Voltak éppen az ő védelmi rendszerüket használják egy másik ember megtámogatására. Pontosan. Ez minden gyógyult koronavírusos egykori beteg vérével lehetséges, vagy vannak kizáró okok, vannak alkalmasságok és kevésbé alkalmasságok? Hát vannak kizáró okok, hogyha valaki túl fiatal vagy túl idős például, de azt gondoltuk, hogy majd azon kívül aztán mindenki más jó lesz. Hát sajnos nem. Azt látjuk, hogy azok is, akik átestek a koronavírus fertőzésen, nagyjából minden tizedik lesz alkalmas donornak. Tehát ennek a vírusnak van egy olyan jellegzetessége, hogy nem alakul ki azokban, akik átestek rajta, egy hosszantartó immunitás. És innentől fogva az ő plazmájukat nem is nagyon lehet használni erre. Ez akkor derül ki, amikor ezt beadják valakinek, vagy ez lehet laboratóriumi körülmények között már előre tudni, hogy így lesz? Nem, ezeket előszűrjük természetesen, tehát kiválasztjuk, és Pécsen Jakab Ferenc professzornak a laboratóriumában megmérik, hogy egész pontosan milyen koncentrációban öli a plazma a vírust. Na de akkor ez viszont a beteg ember szempontjából majdnem mindegy. Tehát ha ő kap egy jó plazmát, igen, akkor neki mindegy, hogy kitől és miért kapott, mert az jó és kész. Pontosan. Ő maga nem befolyásolja az ő betegsége, az ő fertőzöttsége, az ő állapota. Hát az állapot azért az számít. Tehát van egy időablak, amikor ezt célszerű beadni. Azoknak kell beadni, akik már betegek, tényleg betegek, és úgy látszik, hogy a súlyosbodás felé csúsznak. És hogy onnan őket kihozzuk, hogy ne kerüljenek lélegeztetőgépre, vagy ha már azon vannak, akkor mi hamarabb lejöjjenek róla, akkor célszerű beadni. Tehát annak nem sok értelme van, hogyha már nagyon teljesen lement a betegség, úgymond, és már a szervi károsodásokkal küzdenek az orvosok, illetve a beteg, akkor már nem sok célja van a szérumterápiának. Sajnos ezt is láttuk, hogy több helyen nem akarják beadni a szérumot. Miért? Nem tudom, talán őket kell megkérdezni, de tehát nem mi sok az, van hogy nem akarják, mi az, hogy nem akarják beadni? Tehát van? Van. 9 embernek adták be eddig, ugye, az országban? Ugye. Mennyi van? Mostani állapot még 6 van a hűtőben, és folyamatosan jönnek a... Még 6? 6 darab van most éppen. Tehát, hogyha valamelyik kórház jelentkezne, hogy kérünk, 6 darabig tudják ellátni őket. Igen. Miért nem jelentkeznek? Őket kell megkérdezni. Mi a korlátja annak, hogy ne 6 legyen, hanem 6600, 6000, 600000, nem tudom mennyi? 2 korlát van. Az egyik nagyon egyszerű, kevés a gyógyult, és a kevés gyógyultnak is csak egy kis százaléka alkalmas, és ez egy elég manuális dolog, amíg ezt levesszük, teszteljük, mérjük. Tehát egész egyszerűen kevesen vannak. Hát, jól értem, nem ebből lesz oltóanyag, és nem ebből lesz tömeges gyógyításra alkalmas eszköz. Nem, ez sose erre volt való. Tehát ez itt ráadásul egy donor egy beteget tud meggyógyítani. Tehát ha nehezen találunk egyet, megfogjuk, megmérjük, levesszük, minden tökéletes, akkor is egy betegen tudtunk segíteni. Mennyire kell vadászni a donorokat? Mert ugye meggyógyult beteg, hát persze, de nem biztos, hogy jelentkezni fog magától. Önöknek meg bizonyos korlátai vannak a tekintetben, hogy ki az, akit és hogyan lehet megtalálni. Hát bizony, ez szigorúan önkéntes dolog, tehát nem lehet senkit kényszeríteni arra, hogy plazmát adjon vagy vért adjon. Innentől fogva csak biztatni tudjuk az embereket, hogy jó szándékból meg segíteni akarásból jelentkezzenek, de szerencsére jelentkeznek elég sokan. Van ebben piaci verseny, amit önök csinálnak? Kérdezem a tekintetben, hogy egy laboratórium dolgozik ezen, vagy 30, vagy 600? Érdemben nincs, tehát azért mi is együtt dolgozunk, körülbelül 10 szereplő, 3 egyetem,
5 cég azon, hogy ez az egy terápiás sor végigmenjen. Tehát ez egy nagyon munkaigényes, manuális, erősen ellenőrzött terület. Itt azt gondolom, hogy érdemi verseny nincs, és nem is lehet. De épp arra lenne jó, ha jól értem a szavait, hogy amíg nem egy berobbant járványról beszélünk, ami tényleg tömeges járványjá válik, addig az egyes betegeket, akik jelentkeznek a különböző kórházakban, igenis meg lehessen gyógyítani nagy eséllyel. Pontosan. És arra is, az is nagy egy fontos dolog lenne, hogy akik most meggyógyultak, tehát most van azért egy olyan populáció, akinek a vére jó. Azt megőrizni, feldolgozni és eltenni arra az időre, amikor visszajön ez a járvány, mert úgy néz ki a számítások alapján, hogy lesz még egy második vagy egy harmadik hullám, amikor nyilván nem lesznek, amikor új a járvány, akkor nincsenek gyógyult betegek tömegével, és a többiekben meg már elmúlt az immunitás, tehát arra az időre is tudjunk előre bespájzolni plazmákat. Tehát most éppen azon dolgozunk, hogy kicsit továbbfejlesztve a technológiát, besűrítve, összevéve a plazmákat, egy olyan készítményt tudjunk csinálni, amit elérhetővé teszünk arra az időre, amikor jön a következő. És akkor már sokkal jobban tudunk beavatni. Minden mondatában csomó kérdésem következik. Például azt mondja, hogy elmúlik az immunitás. Azt lehet tudni, hogy az a fajta szerzett immunitás, ami egy betegség után megmarad az emberben, a koronavírus esetén mennyi ideig érvényes? Azt látjuk, hogy nem túl sokáig, egyelőre még nincsenek adatok, mert meg kell várni, tehát ezt egy év múlva lehet majd jól megmondani, nem túl sokáig, és az is kevés emberben. Tehát ez minden tizedikben. Mondjuk nem olyan lesz, mint a bárányhimlő, hogy egyszer átestem rajta, és köszönöm szépen, rendben vagyok, hanem inkább olyan, hogy mint az influenza, hogy minden évben lehetek influenzás. Biztosan. Ráadásul pont most lett kész az adat tömeg azokból az élsportolókból, akiket 2 héttel ezelőtt vizsgáltunk, akik kedvesen felajánlották a plazmájukat. Úszók és többiek, akik átestek rajta? Úszók, birkózók, kerékpárosok, kajakosok, tehát csupa élsportoló, akik ki voltak téve a vírusnak, elég sokan pozitívak lettek közülük, azért ezt érdemes elmondani, hogy 13%-uk lett pozitív. Valamilyen szinten átesett a víruson, míg a teljes népességben ez pont az 1% ennek. Uh-huh. Tehát sokkal inkább ki vannak téve, és a 29 sportolóból egyetlen egynek volt pozitív a plazmája. Tehát, hogy hiába esnek át rajta, az immunrendszerük erős, és az a része győzi le, amelyik nem a hosszú távú immunitásért felel. Következésképp újra elkaphatják, újra le fogják győzni valószínűleg, de újra és újra fertőzik például a környezetüket. Igen. És innentől fogva ez egy elég fontos tanulság azzal kapcsolatban, hogy például a sportrendezvényeket hogyan lehet újra nyitni. Különösen a nemzetközieket. Hát meg abból a szempontból is tanulság, hogy ez újra és újra visszatérő járvány lehet így, amíg az igazi oltóanyag nem áll a rendelkezésre. Azt mondta, hogy azzal számolnak, hogy jön a második, meg akár talán a harmadik hullám, és azzal is számolnak, hogy mikor? Tehát ez az ősz, kora, tél, ez reálisnak látszó változat? Ez nem az én szakterületem, de azokkal a kollégákkal beszélgetve, akik ezzel foglalkoznak, egy októberi következő hullámot predesztinálnak most. Erősebbet, mint a mostani volt? Azért az a rajtunk múlik. Tehát most azért nincs erős járvány, mert megfogtuk, és azért fogtuk meg, mert mindenki otthon maradt, betartotta a szabályokat, megfelelően erős volt a karantén, és megfelelően gyors volt a védelem. Ne higgyük azt, hogy nem volt járvány, higgyük azt, hogy ügyesek voltunk? Pontosan. De akkor erre számíthatunk mondjuk október elejétől megint. Ismét zárások? Hát még okosabban kell felkészülni. Most már jobban tudjuk, hogy fontosabb a maszkviselése, mint a gumikesztyű viselése, tehát érdemes nyilván finomítani a szabályokon a tudás birtokában, de alapjában erre kell készülni. Doktor úr, köszönöm szépen. Sok anyagot, sok gyógyult beteget, jó munkát kívánok. És várjuk a jelentkezéseket tovább. Hát és ráadásul ez egy fontos mondat volt itt a végén. Laca Zsombor, köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm a figyelmüket, számítok rá legközelebb is, de holnap este, tudják, péntek este Simon András lesz majd itt az Egyenes Beszédben. Szép estét kívánok mindannyiuknak, és jön a híradó most itt 8:30-kor, azt se feledjék, viszontlátásra.